Hát én sok jót nem mondhatok. Na, akkor mondjál, amit, ami a szívedben. Azt nem mondanám, hogy utálom, de nem szeretem. Nem szereted? És megkérdezhetem, hogy miért? Megkérdezheted, de nem tudom. És Laci, neked mi a véleményed? Hát ha előről, az elejétől kezdjük, akkor azt kell mondjam, hogy soha nem rajongtam érte, de azért mindig attól függött, tehát az, hogy hogy ítélem meg, hogy mit és ki játsza. Tehát, hogy magyar nótát vagy műdalt kiad elő, és hogyan adja elő. Picit tovább folytatva ezt, ma, amikor olyan sokat beszélünk erről a lakodalmas zenéről, meg gondolom az egész témakör kapcsolódik hozzá, azt kell mondjam, hogy... Már most mire gondolsz, hogy lakodalmas zene? Ez a bizonyos közismert együttesre gondolsz? Az együttesekre. Hát igen, hát a 3 plusz 2, meg a Sógorok, meg ezek, igen. Ugye, rengeteg vihart és vitát kavart ez az elmúlt években. És itt lett aztán egyre akuttabb kérdés az, hogy hogy lehet leválasztani a jó magyar nótát, a jó műdalt, attól a sok igénytelen anyagtól, ami most teljesen ellette a, mondjuk úgy, hogy a kazetta és a hanglemez piacot. Most azért fontos szétválasztani ezt, mert ezeknél inkább a zenei igénytelenség az, ami a zenészt, vagy a zenészeket zavarja általában. Sokszor volt úgy, hogy még régebben, amikor zenekarral együtt beültünk hétről hétre ugyanarra a helyre, olyan helyeket választottunk, ahol nagyon jó cigány zenekarok játszottak. Hát ez köztudott, hogy a belvárosi, tehát az Apostolokban, Mátyás pincében és ezeken mondjuk úgy, hogy exkluzív helyeken kitűnő brilliáns előadók játszottak estéről estére. Az élvezet volt hallgatni. A másik az, hogy a Mihály Tamással, kollégámmal, barátommal, Balatonon volt, amikor egy olyan helyre estéről estére előadás után oda rohantunk, mert olyan kutyarossz malacbanda játszott, hogy már hogy élvezet volt hallgatni, tehát azért ijedtünk, hogy legalább még egy negyed órát a zárásig elcsípjünk, mert halálra röhögtük magunkat. Na most ez idáig vitt, de amikor ez már különböző kazettákon, lemezen ugyanilyen igénytelenül és ugyanilyen rosszul nagy tömegben, nagy szériában megjelenik, és ezt szétkapkodják az emberek, ez már nem vicc, szóval ez már azt mondom, hogy néhol a közízlést romboló jelenség, és ennek most hiába ugye azt mondom, hogy komolyabb felülvizsgálatot kéne csinálni, ebből úgysem lesz semmi. A másik az, hogy ha jobb belegondolunk, az emberek javarésze... És ez egyedi tünetnek tartott, hogy éppen a magyar nóta terén hódít, mondjuk így a, merjem kimondani, a kommersz? Nem. Ez egy általános jelenség szerintem, mert ahogy az aluljáró könyvszériát tapasztaljuk, hogy miután mindig arról panaszkodnak, hogy kevesebb az olvasó ember manapság, mint régebben volt, igen. Lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem mindegy, mégis azt látjuk, hogy az igénytelenebb kiadványok példányszámai rettenetesen megugrottak. De azt hiszem, hogy ezt vonatkoztathatjuk más művészeti ágokra, akár a képzőművészetre, akár másra is. És ez sajnos egy tendencia, nincs mit vele kezdenünk. Pontosabban van, de ez a műdalokat mindig mindenki szerette, és mégis mikor szóba került, akkor szemlesütve letagadták azt, hogy szeretik. Erre szoktam mondani azt, hogy rockzenén felnevelkedett generáció tagjai sokszor úgy vannak, hogy két pohár után egymás nyakába borulnak, és vidáman együtt ordítják ezeket a nótákat. Hangsúlyozom, a minőséggel van egyedül problémám. Azt hiszem, hogy mindezzel együtt egy illúzióval szegényebb lettem. Azzal az illúzióval, hogy ezt az utóbbi 20 évet úgy zenéltem. De ezt egy első szám egy szemében, első szemében mondom, de ez aztán mindegyik zenészre vonatkozik, aki a mi műfajunkban dolgozik. Hogy az utóbbi 20 év hazai
rockzenéje, az azt hittük, hogy húzza maga után húzza, vagy magunk után húzza a közízlést. Tehát, hogy valamilyen ízlésformáló ereje volt ennek a rockzenének. Na most azt nem mondanám, hogy nyomtalanul eltűnt. Eltűntek ezek a nyomok, de valahogy úgy érzem, hogy mi többet hittünk ebben az ízlésformáló erőben, mint amit most ebben a sajátos helyzetben vélek felfedezni. És persze ezt majd a következő évek vagy évtizedek bebizonyítják, hogy mennyire változott az elmúlt éveknek a közízlése, de ebben a pillanatban, ameddig ez a divat hullám le nem cseng, ezt ilyen egyértelműen nem lehet megfogalmazni. Mi egyben bizakodhatunk, az Omega nem fog játszani magyar nótát, ugye? Hát nem valószínű. Azt hiszem azonban ezt a közízlést tovább lehetne bontani, és generációkra is érdemes lenne lebontva megnézni. Szerintem a fiatalok, tehát mondjuk a 20 éves korig azért nagyon nagy százalékban a rockzenét és a progresszívebb zenéket szeretik. Idősebb korban, tehát egy második, későbbi generáció, az természetesen megváltozik minden szempontból így a zene iránti. Arra célzol, hogy esetleg a mai 20 éves, amikor mondjuk 40 éves lesz, két pohárból után ő is a magyar nótához tér el? Igen, és erre itt a bizonyíték az úgynevezett nagy generáció, tehát a 60-as, 70-es évek fiatalsága. Ma rengeteget ismerek közülük, akik annól el se tudták képzelni, hogy más zene is létezik. Hát bizony ma már szívesebben meghallgatnak egy ilyen, akár egy magyar nótát, vagy egy ilyen műdalnak nevezett lakodalmast, vagy akármit, csak nem rockzenét.